Köszönöm, jó estét kívánok mindenkinek. Örömmel láttam, hogy telt házunk van. Ez bizonyára a témának és az előadó személyének egyaránt szól. Elsősorban az utóbbinak. Presics Péter a vendégünk. Üzenetek a világűrből, meteoritok az előadás címe. Ha valaki jártas kicsit a magyar csillagászati kötet könyvek között, akkor az emberek beugrik a Detrének a könyv címe, Üzenetek a világőrbe, 1930-as évek végén készülhetett ez a kötet. Ennek ugyanis semmi köze nincs az egészhez, de hát valamit kellett mondanom ez a címhez. Idén, az idei év a meteoritok szempontjában nagyon érdekes volt, mert volt, majdnem Magyarországon volt egy meteorit hullás. Nem tudom, erről lesz-e szó majd. Csak megemlítem. De megemlíted. Régebbit. Szeretnék. Még régebbit. Jó. Köszönöm szépen, akkor át is adom a szót. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien megjelentek a mai előadásomra. Az örömmel tölt el engem is, és szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki itt személyesen jelen van, illetve akik az interneten nézik az előadást. Az előadás címe, mint már Attila mondta, Üzenetek a világűrből, avagy a meteoritok. Lehetne egy alcímet is adni ennek az előadásnak, avagy Földön kívüliek a Földön. De mielőtt meg itt a Polaris csillagvizsgáló vezetősége kiebrudalna engem ebből a teremből, illetőleg a mélyen tisztelt hallgatóság azt hinné, hogy valami ezoterikus előadásra jött be, hát akkor nagyon téved, mert ez egy igenis tudományos előadás lesz. Igenis vannak Földön kívüliek a Földön, mégpedig meteoritoknak hívjuk őket. Úgyhogy nem kell megijedni, semmiféle ezotéria nem lesz ebben. Úgyhogy egy rövid tartalomjegyzéket szeretnék akkor, hogy miről is lesz szó a mai előadás folyamán. Mivel csillagászati előadásról van szó, ezért leoltam a villanyt. Hát először a meteor csillagászat alapjaival fogunk megismerkedni, röviden, majd utána a naprendszerben található főbb meteorit krátereket ismertetném, majd röviden szótejtenék a meteoritok osztályozásáról, klasszifikálásáról, hogy hogyan osztályozzuk a meteoritokat, majd a négyes pontban, hogy Attila is említette, több magyarországi meteorit hullásról is szeretnék majd szótejteni. De az ötös pontban egy nagyon érdekes és aktuális kérdésről szeretnék elmélkedni, gondolatokat ébreszteni a hallgatóságban. Az élet valószínűségét szeretném valahogyan prezentálni, bemutatni az univerzumban, hogy valójában mennyire lehet elterjedt az élet, vagy mennyire nem lehet elterjedt az élet. Ez az embereket rendkívüli módon izgatja. A hatodik pontban, mivel én kémikus vagyok, ezért különféle vegyületekkel foglalkoztam, az aminosavakkal ismerkednénk meg közelebbről, amelyek a fehérjék építőkövei, és elengedhetetlenek az élet, legalábbis az általunk ismert élet ez. A hetedik pontban, tulajdonképpen ez az előadás azért jött létre, mert egy olyan a NASA által is használt módszert szeretnék részletesebben ismertetni. Ismeretterjesztő előadásokon ilyen nem szokott előfordulni, csak szakmai berkekben, szakmai konferenciákon. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, annak is az analitikai tanszékén kollégáimmal anno, kb. 10 évvel ezelőtt kidolgoztunk egy módszert aminósavak analízisére, kémiai analízisére. Akkor még senki nem gondolta, tehát tulajdonképpen a NASA véletlenül került a képbe, hogy ezt a módszert bizony a NASA fogja alkalmazni meteoritok aminósav tartalmának meghatározására. Szóval ez lenne röviden a mai esti téma, úgyhogy akkor kezdjük is el. Hát először három fontos alapfogalmat szeretnék ismertetni, amely a meteor csillagászattal kapcsolatos. Az egyik az, hogy mik azok a meteoroid testek. A második az, hogy mik azok a meteorok, vagy meteor jelenségek. Hát most itt nem a Magyar Csillagászati Egyesület által kiadott újságra szeretnék utalni elsősorban, bár az is nagyon fontos, és ugye örülünk, ha minden hónapban ott van a postaládánkban, hanem ugye a meteorokról, mint csillagászati jelenségekről szeretnék pár szót ejteni. Majd végül az est sztárjaihoz mennénk,
a meteoritokhoz. Akkor először arról, hogy mik azok a meteoroid testek. Hát itt látható egy nagy kőszikla, talán épp a Földhöz közelít, Hold is látszik. Ilyen meteoroid testekkel tele van az egész naprendszer. Azt, hogy tulajdonképpen mikor nevezünk valamit meteoroid testnek, és mikor nevezünk valamilyen égi testet kisbolygónak, ezt elég nehéz megmondani, ugyanis a két osztály között nincs egyértelmű határ. Elmosódott a határ a kettő között. Erről Sárneczky Krisztián egész biztos, hogy nagyon sokat tudna mesélni. Akkor a meteor jelenséget. Szerintem itt a hallgatóság többsége életében látott már meteort, amikor ezek a meteoroid testek a Föld légkörébe érkeznek, akkor ezeket láthatjuk. Itt egy nagyon szép Leonida meteort láthatunk. A Leonidák, az egy meteoraj, november 17-én van a maximumuk. Ilyenkor tulajdonképpen nem magát a testet látjuk, hanem az ionizációs csatornát, ugyanis egy például ez kb. -4-5 magnitudós meteort lehet a képen látni. Ez a milliméteres, illetőleg centiméteres nagyságrendű égi testek, meteoroid testek tudnak ehhez hasonló fényességű meteor jelenséget produkálni. Tehát maga az ionizációs csatorna az itt látható, ez úgy alakul ki, hogy ez a meteoroid test a Föld légkörébe beérkezik, és a közeg ellenállás miatt a légkör molekuláit, az oxigén molekulákat, a nitrogén molekulákat ionizálja, azaz az elektronokat lelöki magáról a semleges atomról, majd ezután a semleges atomok visszaalakulnak, tehát a gerjesztett állapotból visszaalakulnak, és ugye fénysugároznak ki. Néha színes a meteor, ez magának a meteoroid testnek a kémiai összetételétől függ, különböző elemek, különböző kémiai elemek különböző módon színesítik meg ezt az ionizációs csatornát, mert a meteor anyagából is kerül ebbe a csatornába anyag. Egyébként egy nagyon meglepő adatot szeretnék még itt a tisztelt hallgatósággal ismertetni, mégpedig azt, hogy naponta körülbelül 1000-10000 tonna meteoritikus anyag éri a Földet. Ez hatalmas mennyiség, de rögtön hozzá kell tenni azt is, hogy ez javarészben mikrometeoritoktól származik. Tehát az előbb említett előző ábrán látható meteorok körülbelül olyan 1 tonna nagyságrendben okoznak, naponta 1 tonna nagyságrendben érkezik olyan anyag, ami ilyen jelenséget tud okozni, és ha fölmegyünk a 6 magnitudóig, ami egyre halványabb meteorokat jelent, akkor naponta körülbelül a Föld 5 tonna ilyen anyaggal találkozik, inkább a porszemcsékre jellemző, hogy 1000 vagy 10000 tonna anyaggal találkozunk naponta. És akkor itt a harmadik fő csoport, egyik képviselője, nem az autóra gondolok természetesen, hanem arra, itt látható kődarabra, ami hát átütötte az autót. Ez az 1992-es Peekskill-i hullásnak az eredménye. Hát nem tudom, ez az autónak a tulajdonosa-e, de elég szomorú képet vág. És hát próbálja belőni azt, hogy valójában ez a meteorit, ez honnan érkezhetett. Tehát megpróbálja megállapítani, hogy milyen szóval az autó. Tehát ez 1992-es Peekskill-i hullás. Na most a meteoritok szeretik az autókat, hát nem csak 1992-ben. Ez egy Pontiac Coupé-nak a ülése. Itt ez a Bend meteorit 1938-ban átütötte egy ilyen Pontiac Coupé-nak az ülését, illetőleg a kipufogó dobban is kártett. Tehát a meteorok azok szeretik, meteoritok szeretik az autókat. Na most hát nem tudom, hogy jól járt volna-e az illető, egy ekkora méretű meteorit csapódik be. Ez jelenleg a Földön található legnagyobb meteorit, ez az úgynevezett Hóba meteorit, ez Namíbiában van, és 60 tonnát nyom. Ezt a meteoritot ott hagyták, ahol van jelenleg, nem mozdították el, hanem ástak neki egy gödrön, és akkor a látogatók hát szépen oda mehetnek hozzá, megtapogathatják. Hát van, aki visz is belőle darabot, hát ott is van egy ilyen színes fémértékesítés, vagy hasonló. Szóval ez a világon a legnagyobb meteor, ez 60 tonna. Ez pedig szintén egy nem kis darab, tehát azért nem lenne
szerencsés, ha egy ilyen találja el az autónkat, vagy magunkat. Úgyhogy ez a Oregon államban, az USA-ban találták meg. Itt szállították el a meteorit becsapódás színhelyéről, hatalmas kamionokkal, teherautókkal. Az Amerikai Természettudományi Múzeumban látható ez a tényleg ez egy hatalmas darab. Hát amiről szó lesz még a későbbiekben, ez a híres Murchison meteorit. Ez már egy kisebb darab, és nem egy 1 grammos. Lehet látni, hogy körülbelül ott, tehát ez mondjuk 1 centi, tehát ez a centiméteres nagyságrendben tartozik ez a darab. A Murchison 1969-ben Ausztráliában hullott le, a hasonló nevű falu szomszédságában, és arról híres, hogy nagyon sok szénvegyületet találtak benne. Tehát az adás végén ismertettendő módszerben egyik meteoritja, amit analizáltak a NASA-nál, az ELTE-n kidolgozott módszerrel, az épp a Murchison lesz az egyik, a másik majd az antarktiszi meteoritok lesznek. Ezek úgynevezett szenes kondritok, és azokból csak úgynevezett CM2-es osztályba tartoznak a CM2-es szenes kondritok. Na akkor utazunk egy kicsit a naprendszerben. Ezt mindenki ismeri, a Hold rovat vezetője különös tekintettel, ez a teleholdat ábrázolja, gondolom, tehát ilyen körülön nem tudom mondani. De bizony, itt is szóba kerülhetnek a meteorit becsapódások, mivel tulajdonképpen a Holdunkat is egy nagy meteorit becsapódásnak köszönhetjük. Ugyanis a naprendszer életének korai stádiumában egy marsi méretű égitest, egy marsi méretű meteorit becsapódott a Földbe. Ez különböző törmelékeket juttatott a világűrbe. Ezek a törmelékek egy adott pályára álltak a Föld körül, majd összeálltak, és a mi Holdunk keletkezett belőle. Tehát tulajdonképpen a Holdunk is egy meteorit becsapódásnak a maradványa. Viszont, aki akar meteorit krátereket látni saját szemével, akkor a Holdra kell felpillantani. Úgyis ezek a, van egy ilyen analóg módon fogok most mutogatni, mint a lézerporter, minden, ezt jobban szeretem az analóg dolgokat. Itt láthatók a holdtengerek, ezek is meteorit becsapódások nyomai. Ugyanis a naprendszerünket 4,5 milliárd évtől kezdve, egészen 3,9 milliárd évvel ezelőtti hatalmas meteorit bombázás érte a Holdat is. És amikor ezek a nagy testek becsapódtak ezekre a helyekre, amiknek látjuk most a nyomai, ezek utána, későbbiek folyamán a láva elöntöttek, ezek nagy bazalt síkságok. Ez itt a Holdnak ugye több területe van, két fő részre szokták tagolni, nagy bazalt síkságokra, Mare Imbriumra, Mare Serenitatis, Mare Trisium. A Mare szó az tengert jelent. Régen ezekre a meteorit becsapódásokra azt hitték, hogy ezek tengerek, amikor még azt gondolták, hogy a Holdon van élet. Különféle csordák mennek, szóval mindenféle érdekes dolgokat írtak Holddal kapcsolatban. Érdemes ezeket a régi dokumentumokat fellapozni. Szóval ezek is meteorit becsapódásoknak a nyomai. Itt látható egy kisebb, ez már egy fiatalabb, ez a Tycho kráter, és még több meteorit becsapódás látható, mert a Tycho kráternek sugársávjai vannak. Itt látható. Ezek másodlagos meteorit becsapódások eredménye. Amikor a Tycho kráter keletkezett, akkor a másodlagos becsapódásokból messzire elrögzítette az anyagot, ugye a gravitáció egyhatoda a Földön mérhető gravitációnak, és ezeket itt láthatjuk. Ezek magas tényvisszaverő képességű területek. Ugyanis ez a másodlagos meteorit becsapódás megbolygatt az ottani holdi talaj, a holdi depolitokat. Akkor utazunk egy kicsit tovább. Jöttek az egész a déli krátermezőre, az erőbb említett Tycho kráter az ez. Ez a Clavius, egy hatalmas nagy kráter. Így körívben több kisebb kráter is látható benne. Itt is látható. Az a Tycho. Igen. Bocsánat. Az a Moretus. Igen, elnézést. Rég-rég-rég-rég-észleltem át oldal. Úgyhogy ide ez a Clavius. Igen. A Clavius. Na most ezeknek központi csúcsuk van, amikor becsapódik a test a Holdba, ez úgy keletkezik, hogy az anyag visszapattan, és ezek a központi csúcsok így keletkeznek. Hát természetesen nem minden kráternek a központi csúcsa, például itt van
kicsit eltűnt a csúcs. Tehát ezek a becsapódási kráterek a Holdon. Most a Merkúrra megyünk, Merkúrnak sincs légköre, hasonló becsapódási krátereket lehet látni, mint amilyeneket a Holdon látható. Itt is központi csúccsal, kráter fallal. Ez a Merkúron is található becsapódási krátere. Természetesen a Marson kivétel, habár a Marsnak ugye van légköre, de itt is lehet nagy becsapódási krátereket látni. Ha most ha tovább megyünk, akkor jön a Jupiter a Mars után, és ott nem találunk becsapódási krátereket, mivel a Jupiter egy hatalmas nagy gázóriás, egy gázbolygó, viszont 1994-ben becsapódott egy olyan üstökös, amely nagyon sok darabra töredezett, és utána ezeket a becsapódási nyomokat szépen lehetett látni a Jupiteren. Nem nézem is rá, akkor kaptam egy 24 centis távcsövet, nagyon-nagyon szépen lehetett ezeket a fekete foltokat látni. Hát ezek nem becsapódási kráterek, hanem becsapódási helyek a Jupiteren. Ha visszatérünk egy kicsit a Holdra, és fölelevenítjük az előbbi Shoemaker nevű 9 üstököst, mi láttuk, hogy feldarabolódott nagyon sok darabra. Ez a jelenség egyébként maga a naprendszerben nem ritka. Holdon találunk rá példát. Ez a nagy kráter, ez a Davy kráter, és a Davy kráter mellett van egy teljesen szinte nyílegyenes kráterlánc. Ez is egy hasonló égítésnek a becsapódásából keletkezhetett. A Jupiteren itt látható még a egyik nagy darabnak a helye. Illetőleg még a Jupiter egyik nagy Galilei holdjának a felszínét, ha megnézzük, ez is tele van kráterekkel, és nagyon-nagyon szép kráterek vannak. Úgyhogy naprendszerünk tel is tele van meteorit kráterekkel, és hát akkor nézzük meg saját otthonunkat, a Földet, itt látható a térkép, és ezek a pontok a fő meteorit krátereknek a helyei jelzi. Észak-Európában is nagyon sok van, Észak-Amerikában is, Ausztráliában is, Dél-Amerikában is van pár, Észak-Afrikában is. Na most rámegyünk és megnézzük, hogy melyek a jelenleg ismert legnagyobb meteorit kráterek. Akkor a következő táblázatot tudjuk az interneten megkeresni. Jelen pillanatban a Bredeport nevezetű Dél-Afrikában található kráter a legnagyobb, amelynek az átmérője 300 km. Na most ez nem egy teljes megmaradt kráter, a központi csúcs elég jól megmaradt, viszont elég erodálódott kráter. Ennek a korát 2020 millió évre becsülik. Utána jön a Sudbury, Ontario, Kanada, az egy 250 km átmérőjű kráter, majd a híres Chicxulub kráter, ami Mexikóban van, és erről majd mindjárt egy-két szót azért említek, ennek az átmérője 170 km és 65 millió éves. Tehát aki ezek a paleontológiában jártas, akkor ez a 65 millió év az ismerős lehet számára, hiszen a dinoszauruszok ekkor pusztultak ki, és vannak olyan tudományos elméletek, amelyek ennek a Chicxulub meteoritnak a becsapódásával magyarázzák a dinoszauruszoknak a kihalását 65 millió évvel ezelőtt. Ez a kréta-tercier időszak, ez a nevezett KT időszak a paleontológiában. Ez a előbb említett legnagyobb meteorit becsapódási kráter, itt látható. Ez a Bredeport. A Chicxulub a Mexikó van, a Yucatán félszigeten tengerparton nem messze található a központja, hasonló nevű város. Onnan kapta nevét maga a meteor. Hát valamikor 65 millió évvel ezelőtt becsapódott. Persze vannak ellenzői is ennek az elméletnek, hogy tényleg attól pusztultak-e ki a dinoszauruszok, illetőleg a másodlagos jelenségektől, amiket még okozott. Hát ez még azért nem teljesen elmondott, hogy található maga a város, Yucatán félszigeten, a kráter résznek egyik fele a tengerbe. Hát ezt mindenki, vagy hát mondom, sokan ismerik, ez Arizonában van a híres Beringer kráter, ez már egy fiatalabb kráter, ez talán 50 ezer éves lehet.
itt nem találtak benne meteoritot, hanem a környékén találtak rengeteg anyagot, tehát hogy a testtel mi történt valójában. Igen, igazán izgalmas kérdés. Na most nem kell itt utazgatni, hogy meteorit krátereket találjunk a Földön, és nagyon sok van még, amit nem fedeztek föl. Ez az illető úr a Google Earth-öt használta arra, hogy felfedezzen egy meteorit kráter. Tehát le kell ülni a számítógép elé, úgy, ahogy ma már üstökösöket is lehet felfedezni, elsősorban napsugaró üstökösöket, még utána a napba belemennek, ugyanígy meteorit krátereket is lehet találni. Ez például Ausztráliában, Ausztrália Pilbara terület, ez is a Google Earth-el, nem tudom, az reklám-e vagy sem, szóval azzal lehet keresgélni. Tehát hajrá, sok sikert kívánok mindenkinek. No, akkor most fölmerül az a kérdés, hogy hol célszerű meteoritokat keresni. Hát két területe egész biztos a Földnek, mondjuk ha nem akarjuk föltenni a múzeumoknak a közettárat, tehát most én nem akarom itt a hallgatóságot ilyenre buzdítani, hogy a múzeumokban lehet látni meteoritokat. Na most ezt elvetjük, tehát a természetben természetes lelőhelyükön szeretnénk a meteoritokat megtalálni, akkor a sivatagok igen alkalmas területek erre. Ugyanis, ha az ember jár sivatagban, akkor igencsak elüt a környezetétől egy fekete kő, ami lehet, hogy egy nagy meteorit kráter. Ugye a Földön több fajta sivatag van, vannak a homokos sivatagok és a köves sivatagok. Két homokos sivatag van, az egyik a Szahara, a másik pedig Ázsiában a Góbi sivatag. Az összes többi köves sivatag. De bárhol lehet ezeket megtalálni. Úgyhogy, ha valaki ilyen fekete követ lát a sivatagban, akkor gyanakodhat arra, hogy meteorittal van dolga. Természetesen, ha be kell vizsgálni, hogy tényleg meteoritról van. Szóval a másik ilyen terület az Antarktisz. Hát ugye a Földünket nem ebből a szemszögből szoktuk meg azt, hogy látjuk, hanem megszoktuk azt, hogy balra van Amerika, középen van Európa, Afrika, jobb oldalra Ázsia. Ez a déli pólus felül ábrázolja a Földet, mint egy üstökös, ahogy jön a déli pólus felül. Igen kiváló hely az Antarktisz meteoritoknak a megtalálására. Ugyanis ha itt találkozik valaki egy kődarabbal, szinte biztos, hogy meteorit. 90% az esélye. Ugyanis nincsenek a geológiai folyamatok, amelyek kőzeteket eredményeznek ezen a területen. Úgyhogy nagyon sok meteoritot itt találnak. Na most esetleg valaki elkerül az Antarktisz, akkor hogyan keressen? Hát ugye a fekete valamit keressen, hogy annak a pingvinek. Tehát a sok-sok fehér hó között talál mondjuk egy ilyen feketét. Tehát most ez nem meteorit, egy pingvin, de a keresési mód az hasonló. Tehát a feketét kell keresni. A sok-sok-sok-sok fehér között. Ez a titka. Na van egy másik, tehát ez nem jár sikerrel sem a sivatagokban, sem az Antarktisz jég sivatagaiban, sem a múzeumok, de azt hagyjuk. Akkor az internetre, ha rámegyünk, különböző weboldalak, akkor lehet vásárolni például. Hát, hogy most ez tényleg meteorite, vagy pedig az utcáról szedtek a kő, vagy valami, hát azt ugye nagyon nehéz eldönteni, csak kémiai analízissel lehet. Úgyhogy hát, aki akar, mert az ára, a Skyen teleszkóp is szokott hirdetni. Úgyhogy, hát igen, a múzeum, most egy kocsis Antal felvételei lesznek. Ez Franciaországban, az ottani természettudományi múzeumban. Hát, igen, hát itt nincs üvegezve, ezt mondjuk kihasználtam volna, de mindegy, ezek itt már le vannak üvegezve azokat. Úgyhogy most olyan felvételek következnek, amik Nanti múzeumban lévő meteoritokat ábrázolnak. Egyébként ha valaki elmegy a Nemzeti Múzeumban, akkor ugyanígy meteoritokat, szép meteoritokat láthat. Én annak idején az ELTE kőzettárába mentem, mert beengedtek, analitikus voltam, akkor nem is foglalkoztam meteoritokkal, nagyon szép meteoritok vannak. Itt ez a Canyon Diablo nevezetű. Itt egy ellenállt, itt ez egy másik, itt már látszik, hogy ez meteorit. Biztos, hogy meteorit ebből a tapirét próbált megpiccelni, ez egy amit minden stetten ábrákból. Látszik, itt van egy másik, ez egy kondit, egy szenes kondit a CB3-as típusból, ez 60-10, ez a Mexikóból esett, ez is szép fekete. De nem minden fekete kő meteorit, azért azt hozzá kell tegyen. A másik érdekes, ez a Sikko Talin. Ez 1947. februárjában az akkori Szovjetunió területén landolt. Azok az számos expedíciót szerveztek erre a területre, és nagyon-nagyon sok meteoritot találtak. Úgyhogy ez az egyik darabja.
egy 1935 grammos, és 47 grammos. Igen, hát ha nem sikerül meteoritot találni, akkor... Na, akkor röviden rátérnék a meteoritok osztályozására. Ebből az eladásból az marad meg, hogy ez a három csoport van, akkor már is megérte az előadást, mert ez így van. Tehát a fontosabb osztály a meteoritoknak, az első osztály a kőmeteoritok, a vasmeteoritok a második, és a harmadik, ez egy ilyen hibrid, egy ilyen vegyes valami, vegyes osztályozás, a kő-vasmeteoritok. Ez egy angol kifejezéseket elnézést kérek. Ez már egy kicsit bonyolultabb osztályozás, ugyanis a kőmeteoritokat tovább lehet osztályozni a kondritokra és kondritokra. Na most a kondritok, azok kondrumokat, gömböcskéket tartalmazó meteoritok, és majd az előadás végén a NASA is ilyen meteoritokat analizál, az eltén kidolgozott módszer, ami a szenes kondritok közé tartozott, a CM2-es típusban. Egyébként vannak még olyan meteoritok is, amelyek a Marsról származnak, a Holdról származnak, tehát a Vesta kisbolygóból származó darabokat is sikerült kimutatni. Kőmeteoritokról két fő osztályuk van, az előbb említett kondritok, amely kondrumokat, gömböcskéket tartalmaznak, és az akondritok, amelyek ezeket a gömböcskéket nem tartalmaznak. A vasmeteoritokra rátérve, itt mondjuk itt három fő osztályozás van. Vannak a hexahedritek. Ezek a hexaéder formájú hasíthatóságról kapták a nevüket, és ezekre jellemző Neumann-féle vonalak, és az ember ezeket megcsiszolja, polírozza, utána Higgs-salétrom savat csöppent rá, akkor különleges vonalakat talál. A következő típus az oktaedritek, amelyek az oktaéder formájú hasíthatóságról kapták nevüket, és a híres Wittgenstein-féle vonalakat kapjuk, ha ugyanilyen módon megcsiszoljuk őket, és Higgs-salétromsav oldattal maradjuk. Ide tartoznak még az ataxitok is, hát itt bár itt a salétromsavval akármit csinálnak az emberek, ezek szerkezet nélküli vasmeteoritok, itt semmiféle ábrát nem találnak. Na most, hogy mik is ezek? Itt megcsiszolták a meteoritnak a felületeket, ezek a híres Wittgenstein ábra, illetve a másik a Neumann-féle vonal. Ezek egymással párhuzamosan futó vonalak, több irányban is látható ezen az ábrán. Itt egy még bonyolultabb osztályozás, de még ez sem a legbonyolultabb. Itt már úgy próbáljuk meg osztályozni a meteoritokat, hogy differenciált vagy nem differenciált meteoritok, tehát a fejlődés történetük során differenciáltak vagy nem differenciáltak. A differenciált meteoritokhoz tartoznak az előbb említett kőrvas meteoritoknak, amelyeknek két további alosztálya van, a palazitok és a mezosziderítek. Ide tartoznak még az előbb említett vasmeteoritok, ennek van egy a, két a, két B, három a, stb. Osztálya. Valamint az akonditokhoz tartoznak például a marsi meteoritok, amelyek a Marsról származnak. Van egy külön osztály, az SNC osztály, ezek a serbotitek, napitek és a kaszignitek. A naklitek az például az Egyiptomban hullott naklameteoritról kapták a nevüket, amelyről feltételezik úgy szinte, hogy a Marsról származnak. Most ez egy érdekes kérdés, hogy honnan gondolják azt, hogy a Marsról származnak, mivel az űrkorszakban számos űrhajó, űrszonda járt a Marson, elemezték a Mars légkörét, és utána ezeket a Földön megtalált különleges összetételű meteoritokat is felbontották, és megellemezték kémiailag, hogy milyen összetételű az a gáz, ami ezekbe a meteoritokban van, és ez hasonlóságot mutatott mondjuk a marsi meteoritokkal. Hát az ALH84001, hát ez egy egész különleges sztori, mert ebbe állítólag találtak baktériumokat, de hát az még a Mars expedíciók előtt volt. Hát a rossz nyelvek szerint, hát a NASA-nak a büdzséje akkor elég alacsony volt, és hát fel kellett tornászni az érdeklődést a Mars irán. Én ezt eléggé kérdésesnek tartom ezt az esetet, hogy abban a meteoritban tényleg baktériumok voltak vagy sem. Azóta se hallani róla, vannak érvek ellene, és mellette is. Vannak a holdi meteoritok, amelyek ugye az Apollo expedíciók számos hold közvetet hoztak a Földre, és ezeknek a kőzeteknek a kémiai összetétele nagyon hasonlít ezekhez a Földön talált kőzetekéhez, holdi meteoritokhoz.
A másik típus, a nem differenciált metolitok, a kondritok, amelyek a kondritokat tartalmaznak. Ennek van a szennes kondritok, amelyről még szeretnék beszélni, a hagyományos kondritok. És amit analizáltak a NASA-nál, az egy szennes kondrit a CM2-es alosztályból, és abból is a 2-es. Tehát ez sem a legbonyolultabb osztályozás, mert ezt még tovább lehetne számokkal bonyolítani. Tehát például, amit Attila is említett, idén február 28-án esett egy kassai meteoritként híresült el, az például egy teljesen hagyományos A5-ös kondrit volt. Úgyhogy meg a CM2-es konditokról lesz jön a később. Hogy ez a osztályozási rendszer. Na most, hogyan néznek ki ezek a meteoritok? Általában felszeletelik őket, és utána mikroszkóppal megnézik, hogy mit láthatnak, és nagyon szép színes, tényleg ez egyszerűen fantasztikus ábrák vannak. A japán tudatóközponttól annak ide az ELTE kapott kölcsön ilyeneket, én akkor még teljesen mással foglalkoztam, tehát sajnos ezeket is csak én fényképről látom. Ilyen kondrumok találhatók ezekben. Tehát ez pedig egy ilyen kondritnak a metszete. De az előbb említett kővas meteoritok közé tartozó mezofideridet láthatunk ezen az ábrán. Illetve még hoztam egy palazitot is, ami így néz ki mikroszkóppal nézve, és metszetén nézve. Most egy másik érdekes kérdés a meteoritoknak a gyakorisága. Ebben az ábrában az a lényeg, hogy mit nézünk. Tehát a gyakoriságot úgy nézzük, hogy a hullásokat nézzük, vagy úgy, hogy a talált meteoritok számát, mert úgy eltérő lesz az, hogy milyen arányban találjuk ilyeneket. Én ennek a lényegét kiszedtem, tehát hogy a hány kondritot találtak úgy, a hullásokból származó meteoritokat néztek, hány a kondritot, hány kő vas meteoritot és hány vas meteoritot. Ez egy egyszerű táblázat lesz, ez itt látható. Na most, ha azokat a meteoritokat vizsgáljuk, amelyek hullásokból származnak, látunk egy meteoritot, valaki lát egy meteoritot, és utána összegyűjtjük ezeket, akkor azt találjuk, hogy a kőmeteoritok messze menően a leggyakoribb meteorit fajták. Tehát például a kondritok azok 86,9%-os arányban találhatók meg, még mondjuk a vasmeteoritok, ha így nézzük, akkor csak 3,3%-ban. Ha viszont úgy nézzük a meteoritokat, hogy nem köthető hullásokhoz, tehát itt valaki behoz valamit valahova, és egy adott idő keresztül ezeket nézik, akkor viszont már elbillen a mérleg a vasmeteoritok javára, akkor a vasmeteoritok már 40,7%-ot képviselnek az összes talált meteorit számának függvényében, és a kő meteoritok 86%-a drasztikusan lemegy 51,7%-a. Ez egy kiválasztási effektusnak a következménye, mégpedig annak, hogy a vas az ellenállóbb az erózióval szemben. Tehát a víz, szél, tehát amik a Földön vannak, így a vasmeteoritok lényegében több ideig ellenállnak az eróziónak. Tehát nagyobb a valószínűsége annak, hogyha nem hullásokból nézzük, hanem csak úgy találunk valamit, hogy ez vasmeteoritba ütközünk bele. De az igazi az, hogy a kőmeteoritok lényegesen nagyobb számban vannak jelen. Ezt a hullásokból bizonyítom. Na most, itt a londoni katalógus szerint össze van gyűjtve, hogy Magyarországon milyen meteoritokat találtak. Illetőleg ehhez például mondjuk a Kisgyőr mellett talált meteorit esetében csak annyit lehet tudni, hogy megtalálták 1901-ben. Viszont mondjuk a Kaba meteoritról, amiről mindjárt olvasok valamit, Hajdú-Bihar megyében találtak, azt egészen pontosan meg lehet tudni, hogy 1857. április 15-én találták meg. Tehát itt is látjuk, a Nagyvázsonyban is csak találtak valahol. De ami hullásból származik, azokból a pontos dátumokat meg lehet nézni. Hát itt ebben a táblázatban a Kaposfüredi az utolsó, ami 1995. május 7-én hullott. Hát, úgyhogy most akkor egy kicsit föloltanám a világ, hogy akkor esetleg, ha valaki elaludt, akkor most fölébredjen, bár remélem, hogy nem látom, hogy nem. Én kis hangulatkeltés gyanán felolvasnék a kabai meteorittal kapcsolatban, hogy valójában milyen nagy élmény megtalálni egy meteoritot. Ez egy 1858-as Magyar Akadémia értesítőből kigyűjtve,
Az a címe, hogy értesítés a Kaba Debreceni lebkőről. Így nevezték akkor a meteoritokat. Azt mondja, hogy ez ugye Kaba mellett hullott, ez egy 1857, tehát ha megnézzük ezt a táblázatot, akkor hogy 1857. április 15-én este 10 órakor. Ez egy kőmeteorit, egy szemes kondrit, és vannak szinonimái, és a Debrecen. Ez a szinonimája. 4 kg ért földet, ebből közgyűjteménybe került 3 kg. Na most akkor felolvasom egy pár percben a hullás történetét. Azt mondja, hogy a múlt 1857. év április 15-én esteveli 10 óra tájban Kaba helyiségnek egyik jómódú és értelmes lakosa, Szilágyi Gábor aludt a háza előtt. De esti mesének is jön, nem? Tehát a szabad ég alatt, midőn is egy sajátságos zörej által, mely az ő kifejezése szerint a mennydörgéstől egészen különböző volt, álmából fölriasztatott, és ekkor látott egyébként felhőtlen égen és szélcsendes idő mellett egy szerinte kocsi nagyságú, hát most ugye az akkori kocsikat kell érte, lovas kocsi nagyságú, vakító fénnyel világító tüzes testet, mely földes helység felől, tehát délkeleti irányból jöve, ívképű útját mintegy 4 másodperc alatt bevégezte. Ezen tünemény több szomszéd, sőt távolabbi helységek lakosai is észlelték, nevezetesen pedig debreceni és kardszagi lakosok is. Másnap korán reggel Szilágyi Gábor, ez okos ember, a tanyájára lovagolt ki, mikor is útközben lova egyszer hirtelen neki bokrosodva horkolni kezdett, s tovább menni nem akart. Ő pedig a szekér járta úton megpillantott egy fekete követ, mely a kemény földbe annyira be volt nyomulva és épülve, hogy fölülete éppen a földdel színelt. A föld a kő körül be volt horpadva, s megrepedezve. Kén vagy egyéb szagot Szilágyi Gábor ekkor nem vett észre. E fölfedezés dacára Szilágyi folytatta útját, és csak estve felé tanyájáról visszajöve, ment ki több szomszédokkal és nézőkkel a hely színére ásóval és kapával fölfegyverkezve, s a lepkövet kiásta. A sértetlen lepkő Szilágyi szerint 7 fontot nyomott, de élei és csúcsai több helyütt, valószínűleg nemesfémek kutatása tekintetéből, leüttetvén, és a lakosok által széthordatván. Nem a jelenség, ugye? A helységi előjáró kegyeletéből gyűjteményünkbe jutott főtömeg jelenleg 5¼ fontot nyom. Szóval nagyjából ugye egy kis hangulat. Tessék? Lepkő. Igen. Úgyhogy ez a 1858-as Magyar Akadémia értesítő. Értesítés a Kaba Debreceni lepkőről című. Akkor most megint állítanám a villanyt, a szünet után. Egy másik dologra térjek rá, ami már kémiai szempontból is fontos, nevezetesen a kémiai evolúció. És itt az asztronómia és a, nem ezoterikus előadás, hát maga az asztronómia és a kémia kapcsolódik a biológiával együtt. Komplexen kell az egészet nézni, nem lehet csak a kémia, nem lehet csak a biológia szemszögéből. Nézzük meg. Hát ez az Androméda galaxis, kísérő galaxisaival egyetemben. A mi tejútrendszerünk is egy hasonló galaxis. Na most sokszor hallani azt az érvet, hogy ez nagyon-nagyon sok csillag, és ez igaz is. Tehát a mi tejútrendszerünk kb. 200 milliárd csillagból áll, és akkor jönnek oda hozzá kollégák, barátok, ismerők, Péter biztos van itt élet, 100%. De ugye tudjuk, hogy 100%-os események nincsenek, illetve Benjamin Franklin mondta, hogy van. Az egyiket nem mondom, a másik az adófizetés, tehát ez a kettő, ami a matematikai valószínűség számítás szerint 100%-os események. Szóval az az egyik ér, hogy nagyon-nagyon sok csillag van, és sok tejtetsz, és ez teljes mértékben így van. De viszont ha belegondolunk abba, hogy a tejútrendszer csillagainak több mint kétharmada kettős vagy többszörös rendszer, akkor ez egy picit már elgondolkodtató, és ezt a 200 milliárdot már is valamilyen szinten megpróbáljuk leredukálni. Vagy hát le lehet redukálni, ugyanis képzeljünk el egy kettős vagy többszörös rendszert, hát itt több eset lehetséges, hát vagy nem alakul ki bolygó ilyen rendszerekben, vagy kialakul bolygó, csak az olyan elnyúlt pályán fog mozogni, egy képet is hoztam, ahol élet igazából, hát nem tudom, egyszer nagyon közel megy a naphoz, egyik naphoz, mert akkor több nap lesz, egyszer nagyon távol különböző rendszerekre,
egy ilyen ábrát lehet szemléltetni. Tehát az a lényeg, hogy a tejútrendszer több mint kétharmada, ugye kettős többes rendszer, és hát nagyon nehéz olyan bolygópályát hát elképzelni. Természetesen nem lehetetlen, tehát nem 0%-os esemény, hogy van olyan bolygó, ahol talán lehet élet, én nem tudom. De a tudomány jelenlegi állása szerint nincs, nem találtak életre való nyomot sehol, sem űrszondák, semmi, és az ember keres tovább, hogy hol lehet. Mert akkor mondjuk, amikor előbb említettem a Holdat, régen az emberek, amikor még Apollo szondákkal nem mentek el a Holdra, akkor azt gondolták, hogy tehéncsordák vannak, az le van írva minden, tengerek vannak. Hát utána az űrkorszakban, azaz a múlt évezredben eljutottunk oda, és hát hoztunk holdkőzeteket, és hát bizony nem találtunk semmit. Illetve kutakodtam ez irányban, hogy amikor a 60-as évek végén, 70-es évek elején, hogy milyen kémia-analitikai módszerekkel határozták meg ezeket a holdkőzeteket. És találtam olyan cikket, ami azt bizonyítja, hogy azokon a holdkőzeteken van aminosabb, azaz a fehérjének az építőköve. Már ezek már mind feledésbe mentek. Tehát nagyon óvatosan kell válni, hogy azok a test, amit hozunk holdkőzet, vagy amik érkeztek a világűrből testet, hogy az vagy szennyeződésként került oda az aminosabb, vagy pedig vagy ott volt benne. De ezt eldönteni nagyon nehéz. Vannak rá kísérletek, hogy lehet eldönteni, izotoparányokat néznek egyébként, de az nem ilyen egyszerű módszer. Akkor menjünk a kettős és többes rendszerekbe, ez a Hertzsprung-Russell diagram. Hogy milyen sok feltételnek kell ahhoz teljesülnie, hogy az élet kialakuljon, és még nem az értelmes életről beszélek csak, hanem mondjuk a sejtekről. Tehát, hogy egyetlen egység kialakuljon valahol az univerzumban. A vízszintes tengeren mondjuk a felületi hőmérsékletet ábrázoljuk, és itt pedig a luminozitás, az a fénykibocsátás, tehát ami a totál energiát, a teljes energiát adja meg, és akkor különböző csoportokba lehet a csillagokat sorolni. Hát ez a fősorozat, ez itt egy szép ilyen lekonyuló bőrben. Külön vannak az óriások, a szuperóriások és a fehér törpék. És ugyan megnézzük a fősorozaton különböző, egy fősorozati csillag különböző ideig él. Ez a csillagfejlődési modellek írják le, hogy egy csillag az mennyi ideig él. Hát a napunkkal elég szerencsések vagyunk, az egy fősorozati sárga törpe csillag. Tehát se nem óriás, se nem egy kis fehér törpe, se nem egy olyan csillag, ami nagyon gyorsan, tehát ez 10 millió év alatt megtart. Itt az egész életciklus, ugye 10 millió év, itt a felső régió, ezek nagyon fényes csillagok. Ezek nagyon gyorsan fogyasztják az energiát. Egyébként azt meg kell jegyeznem, hogy ez a HRD-hez nagyon hasonló diagram van, ha most visszatérünk a meteoritokhoz, ezt Urey-Craig diagramnak, UD diagramnak hívják, és ugyanígy csoportokra lehet bontani, ez csak egy analógia, csoportokra lehet bontani ez esetben a kondritokat. Nevezetesen a vízszintes tengeren a vas oxida formáját, a szulfid formáját ábrázoljuk, a függőleges tengeren pedig a fényvasat, akkor ilyen szépen elkülöníthető, itt van a H konditok, itt van az L konditok, és ugyanígy, mint a Hertzsprung-Russell diagramnál, a csillagok életpályáját szépen lehet követni, mint egy fősorozati csillag, vörös óriás lesz majd fehér törpe, tehát sok más egyéb csillagfejlődési módban. Ugyanígy, hogy hogyan differenciálódik egy meteoroid test. Ezen a Urey-Craig UD diagramon lehet látni. Ez csak egy analógia volt, és egy ilyen mellékzenge, mellék megjegyzés, hogy nagyon sok analógia van a tudományban. Tehát ha egy kétdimenziós felületen ábrázolunk valamit, akár legyen szó csillagokról, lehet az életciklusát látni, vagy pontos paramétereket itt le lehet olvasni. Tehát az a lényeg, hogy ilyen csillagok körül kialakulhat olyan közvetbolygó, és ugye találnak is manapság elég sokat, pontosabban először Jupiter méretű nagy exobolygókat, de azok még Jupiter méretűek. Valószínűleg, ahogy fejlődni fog a technika, közvetbolygókat is fognak találni, hogy olyan közvetbolygót, aminek légköre is van, víz is van rajt, azért ez még igen-igen soká lesz, és hát sok kutatást igényel még, de jó irányban mennek a dolgok. Tehát a lényeg az, hogy szükséges egy sárga törpe csillag. Most életben mit értünk? Hát ez ugye csak a itteni életet értjük, ami szén alapú. A szén az az atom,
amely ugyan 4 vegyértékű, tehát sok egyéb más atommal különféle módon tud kapcsolódni, illetőleg láncokká tud alakulni, nagy láncokká tud alakulni. Sem. A periódus rendszerben kitüntetett szerepe van. Tehát mi a szén alapú életet ismerjük csak. Hát sokan szkifiben, szilícium alapról beszélnek mindenféle, tehát nagyon sok egyéb dolgot is el lehet képzelni, csak mi az itteni életet ismerjük, ami szén alapú, a szénatomon alapszik. Akkor kell még valami a naprendszerbe, a bolygórendszerbe, mégpedig egy nagy tömegű Jupiter például, amely itt a Föld pályáján, vagy ennek környezetében kisöpri a gravitációs hatása miatt a törmelékeket. Itt láthatjuk, hogy a Mars és a Jupiter pályája között van a fő kisbolygója, tehát itt vannak a törmelékek. Hát ha most mi itt élnék, akkor elég sok meteoritot láttam meg, elég gyakran lennének meteorit hullások, meg meteorjelenségek, aminek örülnénk, de hát nem mindig. Esetleg eltalál minket. Egy a 90-es évekkel egy Afrikában volt egy meteorit hullás, amikor egy illetőt eltalált egy ilyen meteorit hullás közben, csak hát ugye kemény volt a fej, és lepattant róla. Úgyhogy veszélyesek a meteoritok, még ha a légkör meg is véd minket. De a légkörön kívül még valaminek meg kell védeni a Földet, még pedig egy mágneses térnek, mert a napunk, hát bármennyire, hogy mondjam, nyugodt csillagnak tűnik egy kis sárga törpének, azért nem olyan nyugodt valójában. Hatalmas viharok, flerek, protuberanciák, napkitörések lehetnek, és ezek, ha elérnék a Földet, ha nem lenne a mágneses mező, akkor bizony itt szén alapú életnek semmilyen élet nem lenne. Úgyhogy ezek a mágneses mező erővonalán keresztül szép sarki fényeket látunk. Úgyhogy nagyon örüljük neki, hogy a légkör, ami a sarki fényeket is a molekulákat adja, az oxigén, nitrogén, és van egy mágneses mező, ami ezeket a töltött részecskéket a pólusokra, a mágneses pólusokra vezeti. A másik nagyon fontos kritérium, hogy legyen egy valamilyen égítest, egy stabilizáló égítest. Ugyanis a mai feltevések szerint, ha nekünk nem lenne holdunk, azaz a nagy, a Mars becsapódott, Mars-szerű test nem csapódott volna be a naprendszer korai időszakában, akkor itt nem lenne élet. De miért van szükség a holdra? A Föld tengelye a Föld pályasíkjával 23,5 fokos szöget zár be. Ez nagyon fontos dolog, mivel ez egy stabilizáló hatást okoz, tehát itt nincs az, hogy 1000 év múlva ilyen meleg van, hát vannak évkorszakok meg ilyen, de hosszabb távon, hosszabb időskálán ez a stabilizáló bolygó, amit holdnak hívunk, az feltétlenül szükséges az élet kialakulásához, mivel akkor körülbelül 0 és 90 fok között ingadoznak bizonyos időskálán. Hát akkor nem sok esélye lenne az élet kialakulásának. Tehát a konklúzió az az, hogy rendkívül sok tényezőnek kell egyszerre teljesülnie ahhoz, hogy az élet egy adott bolygón kialakuljon. Tehát hiába van nagyon sok csillag, sajnos minimum ugyanannyi tényezőnek kell egyszerre teljesülni, vagy egy adott időszakban, hogy az élet kialakuljon, úgyhogy ez nagyon nehéz, hogy egyáltalán fogunk-e valahol életet találni, vagy akár csak életnyomokat, mert eddig még nem találtak. Szerettek volna, sok közlemény van, ami leírja azt, hogy ha találtak már baktériumokat, mondjuk az ARH-84001-es Mars meteoritban, de hát azóta ez már mind feledésbe merült. Úgyhogy természetesen, ahogy előbb említettem, számos naprendszeren kívüli bolygót fedeznek föl, ez biztató. Hát, és most csak a sejtekre gondoltam még, hogy ezekből a sejtekből később mondjuk még bonyolultabb szövetek alakulnak ki. Állatok, növények. Csak sajnos az, hogy mi antropomorf, azaz emberi gondolkodásunk van, és csak mi ezt ismerjük, más nem tudunk elképzelni. Ha most a kozmológiát nézem, akkor abba is bele lehetne menni, hogy mondjuk amit látunk anyag, az egész univerzumnak egy kis része csak. Nagyon kis rész, mert ott van előtte a sötét energia, amit nem tudjuk, hogy mi meg a sötét anyag. Fizikusok törik a fejüket, hogy vajon mi lehet. Tehát nagyon kis részét látjuk valójában a világegyetemben. Na mindegy, szóval ezen el lehet gondolkodni. Tehát mondjuk, ha egy sejtet nézek, és itt már molekuláris szintről, tehát a kémiából már kezdek a biológia fele menni, akkor egy sejt is rendkívül bonyolult komplexum. Most nem megyünk sejteni részletekbe, bár én szeretem a biológiát, mint egy Golgi komplexum, mikrotubulusok, mitokondriumok, vezikulumok, centriolumok, tartalmazva a citoszol a sejt, a összetevője, durva felületű, sima földi endoplazmás retikulumokat, ribboszómákat,
szolgálatunkat. Ez egy rendkívül bonyolult rendszer. Teljesen különböző. Tudom, ez egzak. Hát ami azt mondja, vagy van élet, vagy nincs, vagy a valószínűségekkel próbál operálni, csak olyan változók vannak, amiket nem ismerünk. Tehát számomra ugyanolyan súlyos az a kijelentés, mert le kell bizonyítani, hogy van, vagy nincs. De azt is be kell bizonyítani, hogy nincs, és azt is be kell, hogy van. De jelenlegről egyiket se tudjuk, hiszen csak egyfajta élet is, ami itt van. Tehát tudományosan persze, hogy nem lehet mutatni, és hát meglátjuk, hogy mi lesz, hogy egyáltalán lesz valami, nem lesz talán valami. Nem tudom, ez a jövő zenéje. Mert sem eljutott az emberiség és az emberi civilizáció, a technológia civilizáció egy olyan fokra, amikor képes magát megsemmisíteni. És igazából ez nem kellett sok idő. Tehát a 95.000 évesek az egyiptomiak is pár ezer évvel ezelőtt voltak. Ez a kozmikus időskálák, mind a kémiai evolúció, mind a biológiai evolúció időskálájának ez sem. És igazából nem sok kellett ahhoz, hogy eljussunk az atombombát. Egyébként szállottam, annyi sem. És annyira föltöröttünk, hogy rendelkezünk azokról az eszközökkel, hogy az egész az itteni életet meg tudjuk semmisíteni. Tehát ide jutott el az a folyamat. Az ember kiemelkedett az állatok közül, és hát csinálhatatok bombát, meg mindenféle mást is, biológiai fegyvereket. Tehát ha amikor a biológiára térünk rá, akkor keresztezhetünk olyan baktériumokat, vírusokat, amelyek bizonyos dolgokat tudnak csinálni, de hát ez egy megint egy kérdés, hogy egy olyan civilizáció jött létre, ami képes arra, hogy önmagát meg semmisítse. Mert akkor a többi is, ha lenne, képes lenne erre, tehát a törzsökről meg is említettem. Mi csak ezt ismerjük, hát semmi más nem ismerjük. És amit említettem, hogy mi csak ezt a fajta anyagot ismerjük, a protonokból, a kvarkokból áll, a sötét anyagot nem ismerjük. Tehát mi csak azt hiszük, hogy kell az élethez fény. És ott a sötét anyag, a sötét anyag. Nem tudjuk, hogy mi az, fizikusok sem tudják. Úgyhogy ezek a filozófia igazából is nem tudományos. Tehát a tudomány azt mondja, analizálok és a policiálokat. Ott van, azt kimutatjuk. Azt hisz, honnan jött, az már kérdéses lett. Akkor már is egy izotóp arányi kellett. Ez már filozófia is, nem tudom. És a kettő, a Hull elmélet, a kozmológiát nézzük. Ugye, nem tudom, mennyire hallott. A Hull elméletről egy nagyon szinte a spektrumon és hasonló csatornákon eszméletlen dolgokat mondanak. Ez filozófia. Addig, amíg nem lehet bizonyítani, az addig filozófia. Azt tudom bizony, hogy van proton, van neutron, vannak kvarkok. Ezek hogy állnak össze, mert ezeket napfizikailag lehet bizonyítani, a húrokat nem. És onnantól kezdve az nem tudomány, az filozófia. Egy elmélet az összes többi közül, amit tudományosan eddig nem igazoltak. Tehát amíg a fizika területén. Hát ez mondják, hogy feltételezés. Hát hipotézis. Hipotézis, igen. De egy filozófia, mert elvileg olyan, hogy a CERN-ben most végeztek egy nagyon nagy gyorsításokat a napokban, és elvileg olyan gyorsabban, az ősrobbanás modellezték, és hasonló cikket jelentek meg pár nappal ezelőtt a CERN-ben. Most a Svájcban van egy nem tudom, hány kilométer átmű gyorsító. Na most ahhoz, hogy ezeket a hullokat kimutassuk, az ilyen naprendszer méretű gyorsítókat kellene a jelenlegi tudásunk szerint csinálni. Az ma hát nem biztos, hogy lehetséges. Sőt, honnan lehetséges. Hát ahogy bizonyítani, tudományosan bizonyítani tudja mondjuk a Hull elméletet, az kell, hogy egy akkora gyorsítót csináljuk. Egyébként a Higgs bozont is keresik. Tehát az, amit a kémiával akarok analógiát, párhuzamot vonni, akkor az olyan, mint a elmúlt századokban ugye a periódusos rendszer. Ott is észrevették, hogy a mengyeleje, ugye mengyeleje, erősös rendszernek hívják, de mások is észrevették, hogyha most nincs olyan ábra egyébként, ugye ismerjük az iskolában a erősös rendszert, hogyha a bizonyos csoportokban elhelyezkednek elemek, azok nagyon hasonlók. Akkor az első főcsoportban az alkáli félnek van. Mátium, kálium, a második csoportban a kálcium, magnézium, tehát az alkáli félnek, akkor nem tudták, ennek mi az oka, hogy ennek az elektronpályák rendszerezettek, és úgy épülnek föl, hanem egyszerűen csak meg egymás mellé tette mennyelejeg és ezeket a kémiai elemeket. Utána jöttek rá, hogy ennek oka van. És a magfizikában, én a Dávid Gyula előadás sorozatában hangzott, hogy nagyon hasonló elvek érvényesülnek ott is. Analógiával. Tehát ott is lehet ezeket a nagyon extra részecskéket csoportosítani, és tudják azt a fizikusok, hogy a jelenlegi magfizika
helyes, és azok az elméletek jók, akkor léteznie kell a Higgs bozonnak. És elvileg ezt a Higgs bozon majd a CERN-be ki lehet mutatni. És ott a hipotézis, tudomásra igazoltam. És valószínűleg van a Higgs bozon. Dávid Gyula azt jósolta, azt remélte, hogy már tavaly kimutatják. Igen, meg majd egyébként 2008-ban a hitelválság is, tehát az egy anyagi források is elapadtak a CERN-ben, tehát hatalmas költségek elvileg a kísérletek a végkezik, és hatalmas energiák vannak. A univerzum legkidegebb helye, mínusz 200 lettel nem tudott a csatornák a ütközések, ezek körgyorsítják ezeket a részecskéket. Mínusz 270 lettel. Úgyhogy nap milyen ezen érdekes dolgok, a kémia, a fizika, a biológia. Itt igen alapos kémiai vizsgálatokról hallottunk, és az negatív végeredménye zárult. Hallottunk viszont olyasmiről az antarktiszi meteorokkal kapcsolatban, hogy a csiszolatok után a belsejükben, mintha ilyen fonalszerű dolgokat láttak volna, mintha élőlények maradványai lettek volna. Most ezek a vizsgálatok, tehát az optikai vizsgálatok teljesen kizárják azt, hogy ezek élőlények voltak, vagy pedig hagynak valami lehetőséget. Az előadásban is szóval is szerintem az ORLH 84.00-ről beszélünk. Hát igazából elektronikus szavukkal vizsgálták, és megállapították, hogy milyen nagyságrendűek ezek a nanok nagyságrendűek. Csak a mai ismereteink szerint a vírusok tartoznak ebben a nagyságrendben. A baktériumok azok sokkal nagyobb méret tartományban esnek. Most a baktériumoknak van sejtfaluk. Nem is tudom hány nanom, 50 vagy 80 nanométer volt azoknak a furkáknak, a csövecskéknek az átmérője, és ez nem sokkal, hogy egy baktérium sejtve van, se sokkal kevesebb. És azt mondjuk, hogy nanobaktériumok, és hát én is láttam itt-ott ezeken a tudományosnak nevezett csatornákon, amik szerintem ilyen féltudományosak, ez az én magánvéleményem, ilyen nagyon kis pálcik alakú élőlényeket fedeznek fel. Tehát az a lényeg, hogy a mérettartomány nem stimmel. Tehát a Földön az a vírusok. Most a vírusokat nem tekintik életnek, ez a élőlénynek, mivel a vírus az kell egy gazdag test, amiben van a vírus, gazdag test nélkül a vírus életképtelen. És a másik fontos dolog, hogy önreprodukcióra a vírusok nem képesek. Tehát azok, amik az ORH84001-es meteoritban találtak, ott a nagyságrendben van egy nagyon komoly probléma. Az a nanobaktériumok, az a vírusok nagyságrendben, a Földön olyan baktériumokat nem találtak. Ugye ez egy nagyon kemény ellene, és azóta lecsengettek. Ez a 96-os asztronomikban, meg Sztályokban olvastam ezeket a érveket, ellenérveket, hogy találtak policiklikus aromászerű drogjákat, vagy azokat is hasonló elveken analizálták érveketnek. Azok hogy kerültek oda, és mind kerültek oda. De antarktiszi mintában is találtak ilyen pahokat, policiklikus aromás összehívók. Ez a vita nincs eldőtt, lezárult, és azóta nem hallani róla. Megjöttek az eredmények a szondáktól, azóta az ORH 84.00-ról egy odán hallani. Úgyhogy erről csak így. Tehát vannak érvek ellene mellette, de ez a vita lecsengett. Hatalmas viták voltak a biológusok között, a csillagászok között. És ma igazából itt elfelejtették volna, hogy annak volt tudott a kapcsolat. Nekem az az érzésem, de lehet, hogy rosszul érjük. Egyébként én hoztam néhány meteoritot, hogyha esetleg végén megnézhetjük. Én is több szépen. Szeretnék a meteoritosan mondani? Fekete? Az előadással kapcsolatban van a kérdés még. Jó, most akkor köszönöm szépen. Elmondom, hogy a jövő heti vendégünk Korunci Rita lesz, egy fiatal meteorológus, az időkép.hu munkatársa.
maradunk a meteoroknál, még ha csak meteorológiával át is alakul. Hát a szónak az eredete az ugye ismert. Viszont van nekünk már egy meteor vasas emberünk, Vecz Miklós, és akkor utána következhetne a öngyűjteménye. Fáradj ki, Miki! Én nem készültem semmiféle előadásra, csak az adjában. Nem, csak egy kis mesére. De a kába azt mondta, hogy hozzám lesz meg kés. Ásmánybörzsnél vettem egy kis vasdarabot, egy svédországi meteoritból származik. Körülbelül 100 évet találták. Észak-Svédországban a Muonio folyó mentén gyerekek. És azóta több tonnányit találnak évente, és nagyon sok bekerül a ásványbőrzék forgalmába is. Én évekig kerestem, még végre találtam egy ilyen hosszú pengeformájút, amiből ki lehet csiszolni egy ilyen vaspengét. Ez most csak az életcélod volt? Nem az életcélom volt, csak úgy kíváncsi voltam arra, hogy ez milyen. És hát amikor megvettem, csak egy érbegúrva kis vaslemez volt, illetve vaslemez volt, de rontott élekkel, meg volt maradva a felszíne. És hogy itt hallottuk az előadótól is, amikor megcsiszoltam az éleket, akkor ezek a szép rajzolatok eltűntek. Ahhoz egyet, hogy ezeket újra elő lehessen hozni, egy kis salétromsavval meg kellett újra maradni. És hogyha valakinek mondjuk van jó szemüvege, vagy jó szeme, akkor néhány 10 mm-es vonalhálót lát rajta. Itt az előadótól láttuk egy pár pillanatra ezt a szép Wittmannstatten ábrákat. Ezt láthatjuk ezen a késen. Ez tiszta vas? Ez vas-nikkel meteorit, tehát a vasnál egy kicsit nagyobb sűrűségű. Nem tudjuk, hogy mikor hullott, mert 100 éve csak véletlenül találta meg két kisgyerek. Ők telnet legeltettek, és akkor unatkoztak, rúdosták a köveket, találtak egy rozsdás darabot, hazavitték, megmutatták. És az a rúgás az nagyon fájt. És ez a rúgás fájt, és erről a vasdarabról egy éven belül kiderült, hogy ez egy meteorit. És akkor beindult a kutatás, és végül egyre többet találtak. Ez ebből a svédországi Muonio Onalusta meteoritból egy darab. Ez egy vas meteorit, hát egy négyes típusú. És amikor az előadás előtt csak úgy oda nyújtottam a Péternek, egyből kibökte, hogy hát vidomest tettem mintázat, ott van rajta. Tehát értesz hozzá. Tutankhamennak egyik tőre. Pontosan ezért van nekem ilyen késem, mert olvastam valami egyiptomi könyvből, hogy a fáraónak van egy tőre, meteorit tőr, és mindig szerettem volna én is egy meteorit tört. Ha már a fáraónak volt, akkor miért ne lehetne alapon? Most megnézheti mindenki, hogy milyen. Hát elég egyszerű kis penge, nézzük meg. Érdemes megnézni közelről azokat a szép fényképeket. Bugyli bicskára emlékeztet kicsit. Nem éreztem meg annyira, hogy szalonnázni lehetne vele, de lehetne vele szalonnázni is. Mint a bot körül olyan. Igen. Sajnáltam lecsiszolni, hogy sűrű éves. Igen. Ez sokkal nagyobb. Ez nagyobb. Igen. Jobban látni. De szépen látszik előtt azon a késen. Igen. Látszik, igen. Tehát ez ilyen nagy. Igen. Elképesztően jól látható struktúra. Korábban nem gondoltam volna. Mesterséges gyémántot már csinálnak. Mesterségesen azt nem tudják. Ez nem az. Ezt nem látom. Nem tudom. Eddig van. Tehát ha megcsiszoljuk, és salétik, salétromsabbal kezdjük ezeket a szomintákat, tehát ha így salétromsabbal kezelik, és ilyen Neumann vonalakat, vagy Wittmannstetten ábrákat kapnak, akár késen, akár edényen, akár min, akkor az biztos, hogy meteorit.
Tehát az, az biztos. Ez a legegyszerűbb. Nem kell hozzá bonyolult analizátor, geokémiai ismeretek, csiszolatok. Hát roppant egyszerűen a vegyszerboltba kell venni hígsalétromsavat. Meg egy reszelő kell hozzá, meg ilyesmi. Hát ezeket ez a kristály szerkezetet megmaradja, és így előjön maga a forma. Tehát megmarja. Roppant egyszerű egyébként. Nem tudom, mutom hígsalétromsav, most a sorsáról nem mennék megesküdni. De az is sav, lehetséges egyébként az is. De ha hígsalétromsavval maradják, vagy valamilyen más savval, sósavval, akkor ilyen ábrákat lehet kapni. Ez egy nagy kődarabnak a... Igen, egy vas nikkel meteorit. Közel voltam hozzá. Igen. Akkor... Nincs kanala. Akkor Bec Miklós féle meteorit bugyli bicske után van itt egy úr, aki szeretne nekünk megmutatni meteoritokat. Megmutatkozna? Balogh Gábor vagyok, meteoritokkal foglalkozok. Hát tanítottam külföldön egész augusztusig asztrogeológiát, és meteoritokat is kutatok sivatagban főleg. Mint ahogy elhangzott, hogy sivatagban vagy Antarktiszon lehet találni, jobban meg is maradnak, és hát könnyebb is észrevenni őket. Úgyhogy, és melyik sivatagokban? Hát Izraelben, Jordánia. Hát a Negev. Igen. Én is emlékszem. Volt tengerben van-e élet? Hát ezt én találtam, lehetőleg közönségesebb meteorit, a H5-ös fajta. Melyik, vas vagy kő? Kő meteorit, de hát ennek is ugye a negyede, harmada vas végül is. Mágnest azt már... Mágnest már érzi. Tehát kőnek számít, kondrit. Na most a kétféle kondritot kétféleképpen osztályozzák, mert a közönséges kondritokat azt szerint osztályozzák, hogy mennyire van átsülve, mert hogyha mondjuk egy 500 kilométeres test már 1000 fok fölé megy, akkor az már kis bolygó, törpe bolygó, akkor megolvad, és akkor vasmag, meg ilyenek, és itt hát körbe lehet adni, itt úgy, ez ilyen saláta. Tehát ezek a kis kondrulák, kis kristályocskák, a vas flékekkel, hogy mondják, flakes, pejhekkel úgy össze van keveredve. De érezni is, hogy nehéz, tehát hogyha az ember ilyet talál tényleg egy sivatagban, hogy láttuk a képen, az rögtön gyanús, hogy olyan kerekded, meg ami hiányzik belőle, azt el kell küldeni laborba, elemzésre. És hogy sikerült megtalálni kis szita? Hát kerestem. Hát szóval így, hogy az ember látja, hogy ez fekete, meg kerekded, nagyon nehéz, mágneshez ugye vonzódik, akkor... Mennyi munkóra van egy ilyen? Túl sok. Szóval olcsó venni. Megégett. Tehát a... Ahogy, nem, ahogy így, így van, az megégett kívülről. És azok a meteorok, ezek a hatalmas meteorok, az a legnagyobb például, az eredetileg, amikor még a légrétegben nem jutott el, akkor egy kis bolygó volt, nem? Sokkal kisebb lett, mint az. Igen, vagy kis bolygó, igen. Amit itt látok, az egy minuszkül, egy pici kis része annak, amit... De nem, ami az 60 tonnás, az a kicsi része csak annak, nem, ami kezdődött a légréteg előtt. Hát akkor egy kis bolygó lehetett, vagy valami ilyesmi. Sokan is azt tudják, hogy kb. 100%-a pusztul el a levegőben? Igen. Belsési szögtől kezdve, sebességtől kezdve, nagyon sok paramétertől függ, hogy... Igen. Tehát vannak olyan közetek, amik nagyon könnyen elporladnak a közegellenállás hatására. A vasmeteoritok, azok, mint ahogy említettem, az eróziót a Földön is jobban... Hát,
átvészelik, ugyanígy akár egy légköri közeg ellenállást a vasmeteoritok jobban átvészelnek. Tehát nagyobb az esély, hogy egy vasmeteorit lejut a Földre, mint egy ugyanolyan sebességgel, ugyanolyan hajlásszöggel beérkező égitest, meteoroidtest. Ez is egy ilyen szemetke, ami tényleg jól látszik. Akkor... A kis kondrulák, meg a metál pejhecskék. És ez meg egy szihotalény szibériai meteorit, ami vas. Tehát ez csak vas. 47-es esés. Igen. Igen. Biztos, hogy nem briket? Hát ez tektit, ez egy kicsit más. Na és ez a hold. Ez majd. Nem tudják, szóval ez valószínűleg ilyen. Na, ez például, hát ez mikroszkop kéne hozzá, de ez üstökösről származik, és az üstökös, tehát a szenes kondritok osztályozása, az viszont úgy van, hogy mennyire erodálódott a víz. Tehát üstökös belül, nem a, tehát a nagy nyomás miatt a jég az vízé válik, és víz csobog minden nagyobb üstökösben végül is, és a szenet, meg hát a szilikátokat végül is agyaggá alakítja, és hát ez egy ilyen, mondjuk nem nagyon látszik, mert ez pici, de... Hát ez egy nagyobbnak a darab. És a tenger nem szokott kivetni ilyeneket? Hát nem, ez lesüllyed, hogyha tényleg a tengerben. Ez a Vesta nevű kisbolygóról De az a kis darab, le van fél. Kis darab, igen. Ez a híres, amit valamikor 15 éve találták. Igen. Vagy az a Merkur, vagy az a Holdról. Melyik picin alapítják meg, hanem a nagyon, ez csak annak a darabja. Gyertek egy, mint a Star Sisters. Itt bemutattam, többször mutattam a Vesta kisbolygót a kupolából. Igen, igen, a látogatóknak. És most tudnak, hogy nagyon jó dolog, hogy egy róla származó darab. Igen. Jó érzés. A Vesta az mindenki. Hogy az egyik legfényesebb kisbolygó tud lenni a Vesta. Igen. És ezt pósik el a Vesta ezt is. Ezt, hát cserélem. Cserélem, igen. Az ásványbőrnél. Hát nem, ez ilyen. Na, ez egy marskőzet. Ja, bocsánat, nem, hold kőzet. Ez a mars. Sergottit. Ez a Zagami, ez a híres. Zagami. Hold kőzet, hát ez a... Ez meg mars. Ez gyerekek, jó lepény. Hát ez mikroszkóp kéne. Talán egyszer. Nincsen mikroszkópunk, de... Nekem van otthon, de ez csak én is. Visszatérhetnék a témára egy később éladás. Lehet, igen. Persze, igen. Jövő évben. És még egy utolsó, ez nagyon érdekes, mert... Hát ez egy ilyen Katie határagyag, tehát ez keletkezett, ez a réteg agyag, amikor ez a kisbolygó beleütközött a Földbe, Csíksulub helyiség mellett, hát akkor az még nem volt Csíksulub, és hát fölrobbant, és annak a darabjai, meg hát amit kivetett abból a kráterből, végül is visszahullott a Földre. Ez a réteg végül is nagyon sok helyen megvan a Földön, és hát ez, ami úgy lehullott a levegőből, ami por volt, és hát úgy gondolják, hogy valószínűleg ez blokkolta le a napsugárzást, és akkor a növény élet szinte kihalt, akkor az állatok is kipusztultak. Szóval valahogy ez a porréteg felelős. A dinoszauruszok gyűjtéshely. Ezt is cseréltem. Van egy nagyon komoly fénygyűjtő, aki ilyen impaktitokat... Ez Ausztria. Igen, Ausztria. Így van, ez az a híres iridium tartalmú. Azt a Föld minden pontján meg lehet találni. Szinte. És ha minden igaz, akkor a Föld rétegzőzésénél a Kréta és a harmad időszak határán találhat. Igen, a Kréta terciár időszak. Igen. Most nemrég volt az Apollón is egy ilyen kép, egy pár hete, azt hiszem, hogyha visszatekerjük. Az évkönyvünkben is van egy ilyen kép. Igen. Az Álvarez miatt.
Nem tudom, van még esetleg valaki német orit? Kérdezni lehet? Kérdezni? Ő a kérdező emberünk. Stikkel Jani. Ja. Nem kell, így is meg tudom kérdezni, tehát az előadóhoz. Köszönjük. Tehát az előadó, tehát hogy tehát azt mondtad, hogy az életépítő köveinek a vizsgálata, hogy ez milyen körültekintés kíván, mert ilyen kontaktszennyeződésektől hamisíthatják meg a képet. De a meteorok belsejében azért kell legyenek évtartományok. Tehát nyilván azok azért hitelesek kell legyenek, és gondolom, hogy adatok is azért vannak, amit hitelesnek fogadunk el. Most a kérdés az, tehát, hogy ilyen építőkövekből mennyit találunk? Mennyi van ezekben a meteoritokban? Hány, milyen részében? Szóval mennyire komoly ez a dolog? Nyomokban van, vagy ez egy jelenség? Hát erre megint csak azt tudom felelni, hogy ha a meteorit belsejét vizsgáljuk, akkor azt megvizsgáltuk, tehát a meteoritot fölbontottuk. Tehát már beavatkoztunk. Egy pillanat, tehát a meteor, tehát én arra gondolok, hogy a meteor mondjuk ott fekszik éveket, évszázadokat, évezredeket, akár még jóval többet is, tehát van bőven ideje arra, hogy kívül érintkezzen az élet minden nyomával. De amikor egy ilyen meteort megboncolunk, akkor azt izolálni kell, nyilván azt csak izoláltan szabad megboncolni, és akkor azért ott biztosítani lehet azt, hogy az abból történő mintavétel azért az jó legyen. Tehát karakterisztikus legyen arra, amit keresünk. Tehát el lehessen hinni, hogy azon valamit mértünk, az a meteorba volt. Mondjuk én azt a fajta analitikai eljárást ismerem, amikor megörlik, mint egy mozsárban megörlik ezeket a meteoritokat, tehát porrá örlik gyakorlatilag, és utána extrahálják vízzel, tehát forralják vízzel, és utána esetleg hidrolizálják sósavval, vagy nem hidrolizálják. Tehát ezt a fajta módszert ismerem. Én nekem nem az a szakterületem, tehát én igazából a többit most így nem ismerem. Hogy mondjuk a teljesen a belsejéből származó meteorit belsejének aminosav tartalmára milyen egyéb módszerek vannak. Egyébként a naklára visszatérve, ez Egyiptomba zuhant le, ennek is elemezték a belsejét, és ez egy SNC meteorit, ami a Sergotit, Naklit és a Cassiniről, erről a rövidítésről kapta a nevét, és ezt is teljesen átjárták a szerves molekulák. Mi alatt ott volt? Az egész meteoritot, tehát az a meteorittól is függ a szerkezetétől, hogy mennyire autentikus a belseje, tehát mennyire képviseli azt az égitestet, a szülő égitestet, amiből az a meteorit származik. Tehát vannak például a szenes kondritokat, azokat teljesen átjárhatják akár a víz, az eső, a csapadék, a homok, és itt szeretnék arra figyelmeztetni megint, hogy ha valaki meteoritot talál, akkor ne csak a meteoritot vigye analizálni, hanem azt a talajt, vagy ami ott van fél méterre tőle, vagy 10 centire, és ugyanúgy analizálják meg. Igen, mint háttérként, igen. Tehát... Nekem is volna még egy kérdésem. Remek megoldásokat hallhattunk arra, hogy ezerféle analízis van, de ha talál valaki egy meteoritot, vagy behoznak egy csillagvizsgálóba egy meteoritot, hová lehet ezzel fordulni? Nem tudom, nem hiszem, hogy mindenki tudja, hogy milyen laboratóriumokat, vagy milyen szakembereket kell ezekkel megkeresni. Vagyis inkább valami gyanús anyagot, nagyon sok képet kapunk, hogy ránézésen mondjuk meg, hogy micsoda az, és persze várják azt, hogy megerősítsük. Tehát tényleg mit csináljunk? Hova kihez lehet fordulni? Nyilván van elég bajod, gondolom. Igen, van elég bajom, és mással is foglalkozom, de az ELTE-re, az 5. Loránd Tudományi Egyetem természettudományi karán van egy kutatócsoport, ami kozmikus anyagokkal foglalkozik, és ennek a vezetője Bérci Szaniszló, és szerintem ő biztos meg fogja tudni mondani, hogy hova kell fordulni, hogy hogyan kell meganalizálni, mert vannak egyéb más technikák is, röntgendiffrakciós technikák, transzmissziós elektronspektroszkópia, vagy elektromikroszkópia. Tehát vannak olyan szilárdtestek meghatározása szolgáló analitikai eljárások, aminek nyilván nem aminosavat fogunk meghatározni, hanem a geokémiai összetételét az adott anyagnak például. Tehát az ELTE-n van szerintem elektron mikroszkóp. Én annak idején néztem be, meg így csináltunk dolgokat vele, de az egy kísérlet volt, és nem meteoritokkal. De a ELTE-TTK
űrkutatás, vagy kozmikus anyagok csoportja, nem tudom pontosan, hogy hívják, hogyha hozzáfordultok, akkor szerintem lehet, hogy sikerrel fogtok járni. És más egyetemeken? Én az LT-t ismerem, más egyetemek ez irányú tevékenységét én nem ismerem. Tehát erről nem tudok mit mondani. Úgyhogy... És ezek között létezik olyan, ami a Földön nem létezik? Létezik olyan anyag? Itt a Földön, amit, ami a Földön nem létezik. A meteoritban lévő anyag. Létezik? Hát ha a nájlontól eltekintünk, nem. Nem. Mert ha nem létezne, nem. Egész pontosabban az izotóp arányokat, az olyan izotópokat szoktak kimutatni, hogy izotóp arányokat néznek egyéb más módszerekkel, tehát ez a gázkromatográfiás izotóp arány tömegspektrometriának hívják azt a fajta analitikai eljárást, és itt megnézik azt, hogy adott elemnek az izotópja milyen arányban van, mondjuk egy két izotópra vonatkoztatva, és ez az arány eltér a Földön megszokott vagy kiátlagult aránytól, akkor valószínűsíthető, hogy az valahonnan kívülről származik az a meteorit. De olyan anyagot még nem találtak, tehát legalábbis, ami az X-ről mindig kiderül, hogy az micsoda. Tehát kémiai elemzések során, mondjuk az nájlon vagy aminósa vagy valami. Tehát olyan anyagot nem. Olyan izotóp arány eloszlású anyagot önokat találtak. És elvileg a NASA-nál is folynak olyan kísérletek, amiket már említettem, amelyek a DNS-nek, ami az a örökítő anyag építőköveinek az alkotó elemei, ezek a timin, xantin, purinbázisok, pirimidinbázisok, hogy a másik nagy vonulata a NASA-nak, amikor nem aminosavakat próbál kimutatni, mint az élet keletkezésének bizonyítékát, hanem nukleinsavbázisokat. Ez a másik nagy vonal, ami kémiai vonal tulajdonképpen, és nagyon hasonló eljárásokon alapul ezen analízis is. De ott is fölmerül a kérdés, hogy az a timin, vagy egyéb bomlástermék, mint a szantin, az honnan származik, hogy a szennyezés, vagy nem? Tehát ott is ugyanúgy fölmerül a kérdés, és azokat az adatokat is nagyon óvatosan kell kezelni. Az izotop arányban már jobban meg lehet bízni, szerintem. De óvatosan kell kezelni az adatokat. Van még kérdés meteorit valakinél? Mi van a zsebedben ott hátul? Jó, akkor még egyszer. Na, még egyszer. Azt szeretném mondani, hogy engem borzasztóan érdekelne olyan előadásokat hallani. Nem tudom, hogy van-e olyan, hogy kvantumkémia, vagy hogy kozmokémia, vagyis hogy mindaz, ami az univerzum illetve kialakulásakor megtörtént és történik, hogy az kémiailag hogy néz ki, mi történik. Tehát, mint ahogy van kvantumfizika, úgy feltételezem, hogy a kvantumkémia ezzel foglalkozik. Tehát, hogy a világűrben ezek a kémiai események hogyan történnek. Ez, hogy erről lehetne esetleg előadást sokat hallgatni. Egy megjegyzést szeretnék ehhez fűzni, hogy igen, a kvantumkémia, ami az elméleti kémia egy sajátságossága, ilyen létezik és van, különböző molekulapálya modelleknek a leírásával, matematikai leírásával, és nagyon sok minden egyébben foglalkozik. Én szerintem igen, a planetológia tudománya az, amiben igazán ezt tud valamit mondani arról, hogy hogyan alakult ki a naprendszer, vagy a kozmogónia egész pontosan. Tehát ezek a tudományok, és a geokémia az tud mondani olyat ezekről. Úgyhogy tényleg érdekes lenne egy ilyen kozmokémiai előadást hallani. De ez is tulajdonképpen egy asztrokémiai előadás volt, mert az embernek én kémikus vagyok, de egyben amatőr csillagász. A kettőt sikerült összehozni. Tehát ilyen kozmokémia van is, és az ELTE-n is, ha jól emlékszem, Lévai professzor úr oktatott ilyen kozmokémiai előadást annó. Hasonlókat az a csillagokról, kémikus szemmel, szóval ilyen előadások vannak. Vagy legalábbis voltak akkor, amikor még az ELTE-n voltam. Majd kitérünk valamit. Aminosav, valakinél van esetleg? Mindenkinél van. Jó, akkor. Jobbos legyen. Jobbos. Ez most aktuális. Kétharmados csavar. Jó, hogyha még egy kicsit folytatjuk, akkor a következő előadó is meg fog érkezni. De örülök, hogy ilyen sokáig maradtunk.
Akkor nincsen több kérdés. Akkor leresztelek haza. Köszönöm, hogy... Köszönöm a lehetőséget. Hát, nekünk is. Köszönöm.